Tavaly jubilált a Dedák Pál által életre hívott kakaspörkölt főző fesztivál. Az elmúlt esztendőben a 10. kakasfőzőn még senki sem sejtette, hogy a 11. teljesen más keretek között fog zajlani. Idén a csapatok nem együtt, hanem külön helyszíneken főznek, de az online térben bárki bekapcsolódhat a rendezvénybe. A főzéshez több mint 30 csapat fog csatlakozni. A teljes fesztivál arra 34 csapat jelentkezett tudomásom szerint, és ebből 18 csapattal fogunk live-olni. Ez elég nagy létszám, mivel ez most az első ilyen, amit készítünk, ez nekünk is egy próbakör, viszont már volt egy próbánk az elmúlt napokban, és nagyon jól sikerült, a csapatok nagyon rugalmasok, mindenki a technikai feltételeket biztosította, nagyon ügyesen és gördülékenyen megoldottak mindent, és hát ebben bízunk, hogy így fog működni majd a szombati nap is. Az élő felvételt, amit ezzel kapcsolatban azok, akik nem lesznek ott, megnézhetnek, az a Kiskörösváros oldalán található. 9 órakor kezdődik egy hivatalos megnyitóval ez a rendezvény, és minden órában, pontosan az óra elején fogunk bejelentkezni, betekinthetnek a nézők a Baromfi udvarokba, megnézhetik, hogy hogyan készülnek a kakasok, milyen csapatok vannak, kinél mi történik, és így igazából nyomon követhetik, és a részeseivé válhatnak ennek a rendezvénynek. És ez az egész 12 órakor fejeződik, 12 óra körül fejeződik be, és utána pedig a csapatok önmaguk ünnepelhetnek tovább. Kiskörösváros Facebook oldalát azért is lesz érdemes nézni, mert lesznek csapatok, akik külön produkciókkal készülnek az élő bejelentkezés idejére, de nem csak a programok, hanem a helyszínek is változatosak lesznek. Néhány csapat köztereken fog főzni, például itt benne a központban, a Kemence mellett, vagy a Pátria mellett. Lesznek csapatok, akik otthon főznek, tudok olyanokról, akik tanyán fognak főzni, illetve néhány csapat cégeknél, telephelyeken jön össze, és ott főznek kakast.